hozzához képest ez egy fejlettebb, egy gyorsabb bálázó. Tehát ez elől hengeres, hátul pedig rudláncos kabra kialakítással van. Ezek fix kabrás bálázók, 125-ös, illetve mellette a látszódik a nagyobb is. Ha oda nézünk, ő pedig 155-ös kabra mérettel készül. 155-ös bálákat készít. A gép minden esetben egy 2 méteres vagy 2 méter 25-ös, tehát egy elég széles rendfelszedővel készül. A rendfelszedő után a rendfelszedő két oldalán itt egy csiga nyomja középre az anyagot, utána pedig egy rotor viszi tovább. Tehát ez a korzához képest azért egy jóval gyorsabban, egy ilyen 30%-kal gyorsabban eszi az anyagot. A rotor az lehet normál rotoros, illetve ahogy a másik gépen majd be fogom mutatni, az pedig aprítós, tehát az lehet szecskázós. Ilyenkor a rotornál a csillagok kettesével helyezkednek el. A kamrával érve, tehát ahogy mondtam, elől tengeres, hátul rudláncos a kamra kialakítás. Ennek ott van előnye, hogy ezzel a géppel már zöld bálát is lehet készíteni. Tehát nem csak szénuszalma lucerne kukoricaszár bálázására alkalmas, hanem zöld bála készítése, nagyobb mennyiségekbe zöld bála készítésére is alkalmas a gép. Tehát ezekkel már elég nehéz bálákat lehet készíteni. Maga a kamralakatolás az hasonlóan, mint a korzán, vagy akár idősebbek ismerhetik a Hairstop bálázókat, azon is mechanikus kamralakatolás van. Ez ott van előnye, hogyha a traktor már korosabb, illetve a hidrolika rendszere nem zár olyan jól, ott nem kell hidrolikával tartatni a kamrát, hanem ez a mechanikus kamralakatolás fogja tartani, és ennek a kamralakatolásnak az oldása az szépen megy egy munkahengerre. Ki is nyitom az oldalát a bálázónak, és akkor meg lehet nézni, hogy van ez a kamralakatolás. Ez a munkahenger, ő nyitja a kamrát. Először, ahogy nyitom bentről a fülkéből a kamrát, először szépen le fog erre az ülékre ülni, ebben nyitja egy ilyen kilincsművön keresztül ki a lakatolást, itt van, itt tartja, és utána fogja tolni kifelé a kamrát. Itt a hajtást is láthatjuk, azért egy korzához képest jóval bonyolultabb a hajtás, tehát itt vannak szépen a hengereknek a meghajtása, tehát ezek lánccal történik itt a meghajtás, és akkor itt van mindegyik mögött, ott van szépen egy henger. Ahogy itt látszódik, központosított zsírzó van a gépen, illetve automata láncolajzás. Ezek alapfőszereltségek a Touareg sorozatban. Mondtuk ezt a kabra lakatolást, ez nagyon sokszor fontos szokott lenni MTZ-nél. Ezzel is akarom jelezni, hogy akár egy 120-as Touareg, vagy 125-ös Touareg, tehát ami 125-ös bálát készít, azt nyugodtan lehet MTZ-vel is használni. Ennél nagyobbat, tehát a 150-eshez már az MTZ az általában kevés, vagy kompromisszumokkal akár cserélni kell a fékszalagos rendszerét a kosaras kupingos TLT-re, akkor egy 90 lóerős MTZ akár a nagy Touareget viheti. De szecskázó rendszerrel abszolút nem, tehát oda egy nyugati legalább 100 lóerős traktor igény van, hogy kihasználjuk a gépnek a teljesítményét. Amit még nem mutattam meg, ez a motor, ez a kötözésnek a motora, tehát ebben a gépben elektromos kötözés van. Jó, ez nyilván a Touaregeknél mindegyiknél
alapfölszereltség, de ez a motor a kötözésnek az indítása. És akkor a kötözés, az pedig itt egy picit talán jobban bemutatható olyan szempontból, míg a korza az a rendre engedi rá a hálót, ez meg fönt van a kötözése, és szépen ide a hengerek közé, tehát ide a henger és a bála hengerek között engedi le, a henger és a bála közé, és így szépen viszi rá, így nem kell úgy beleetetni a bálába a hálót, mint a korza esetében. Egyébként a korzához képest azért szélesebbek a kerekek, itt azért ez egy nagyobb tömegű, egy olyan 2-2,5 tonnás bálázóról beszélünk. Tehát a tömegbe, gyorsaságban a korzához képest mindenképpen egy előrelépés. Jövő itt a kötözés meg tudjuk nézni, egyébként a túregeken van egy kis fellépő lépcső, kiakasztom. Tehát maga a kötözéshez a hálót azt erre a tengelyre kell szépen felraknom. Tehát ide rakom be, berakom, berögzítem a helyére, és utána van ez a fékező, ezt tudom szépen ráhúzni. Utána a befűzés, az pedig oldalt itt egy ábra mutatja, és szépen itt fölülvezetem, itt is fölül megy erre a hengerre, szépen kifeszíti a hálót, hogy ne ugorjon össze, és utána megy itt be az alumínium, illetve a gumi hengerre, és úgy engedi le a gép kötözéskor a két henger között, és akkor utána a henger és a bála közé a hálót. Itt egyébként tartalék hálónak van hely a gépen. Ide lehet berakni a tartalék hálót. Jó, ez be is csak. A másik oldalát a gépnek nyitni a másik gépen fogom, mert ott könnyebben hozzáférek. A másik oldalon itt látszódik, itt lehet állítani a bálának a tömörségét. A tömörségét itt állítom, ebben itt lehet látni egy zöld, sárga, illetve piros, tehát fölfelé állítva egyre tömörebb bálát fog készíteni. Itt meg a mutató mutatja, hogy mennyi az aktuális tömörsége, tehát a kamrában lévő bálának a tömörsége. Menjünk hát, nézzük meg az oldalát. Tehát a kamrán szépen, vagy az oldalát szépen kinyitva, itt akkor föltárul elég a gép. Egyébként itt, ami szokott lenni, ez a nagy rugó, ez a bálának a tömörségét adja. Tehát az nyomja összefelé szépen a kamrát. A maga a kamra tömörségét, az, hogy ez a rugó mennyire nyúlik, itt látszik szépen ez a Bogdan viszi át, és ez mozdítja. Ez, amit elől néztünk, hogy ez szépen állítja, és itt hallatszik egy kattanás. Tehát ez jelez a fülkébe, ez a végállás kapcsoló, hogy mikor van készen a bála. Ilyenkor a fülkében hang és fényjelzés van, tehát egy lámpa kibillan, illetve sípszó jelzi, hogy meg kell állni, és el kell indítani a kötözést. A kötözés indítás az lehet elektromos, tehát az egy egyszerűbb, olyankor néhány másodpercig nyomni kell a gombot, míg a kötöző motor engedi lefelé a hálót, egyszer csak látszik, hogy elkapja, begyorsul a hálótekersnek a forgása, és onnantól már végigmegy a kötözés. Tehát ez egy félautomata rendszer, vagy lehet teljesen automata, olyankor pedig nem kell beavatkozni, hanem automatikusan fog indulni a kötözés, és ahogy készen van, mindig a hálóvágáskor van egy nagy csattanás, ez jelzi a kötözésnek a végét, és akkor lehet nyitni is a kamraajtót. A kötözést azt itt tudom állítani,
itt látszódik, hogy ez a tengely, ez a, hogyha előtte néztük, ez a két tengely, ez a kettő között, itt az alumínium, illetve a gumihenger, ez a kettő között megy a háló. Ez excentresen van rajta, ez szépen mozgatja ezt a rendszert, ezt mindjárt szétszedem, mutatom is, hogy hogy működik. Tehát ez gyorsan szétszedve, ezt szétszedjük, de ez hogy látom, hogy excentresen nem a közepén van, így ahogy mozog, így szépen mozgatja. Hogyha ezt kijebb rakom, akkor több hálót rakok rá, tehát akkor egy-egy mozgás az kisebb elmozdulást jelenti, vagy ha közelebb rakom, akkor egy-egy ugyanakkora mozgás sokkal nagyobbat fog itt jelenteni, és akkor szépen addig megy, míg egyszer van egy nagy csattanás, tehát akkor jön a csattanás, ilyenkor történt a hálóvágás, ekkor kell kinyitni a kamrát. Fontos egyébként ilyenkor mindig, hogy a kamrát teljesen koppanásig ki legyen nyitva, mert akkor húzom föl teljesen a hálót. Tehát így szépen föl kell húzni. És innen indul újra a kötözés. Általában két és felet szoktunk rárakni a bálára, két és fél tekercsnyi hálót, és azt nagyjából ide kell beállítani. Tehát erre vezetve kevesebbet, erre fölfelé pedig többet. Itt látszódik még a bálaszámláló, ezen egy egyszerű mechanikus számláló van, mert ezen az egyszerű monitorral van, tehát az elektromos kötözés indítása. Itt van minden kamranyitást számol. És akkor nullázni pedig itt lehet. És ez bármikor tudom nullázni. Jó. Akkor pár dolgot még nézzünk itt körbe a gépen. Tehát zsírzási pontok mindenhol megvannak szépen jelölve. Így szépen látszódik, hogy az összes hengernek a csapágyánál kell. És ahogy mondtam, hátul rúdlánc van a gépen. Ugye? És a rúdláncnak itt van a feszítője. Ott van a feszítés, az fontos, hogy mindkét oldalon egyenletesen legyen feszítve, illetve itt látszódik még esetleg a világítás a gépen, tehát ez az alapfölszereltség része. Két dolgot meg szeretnék mutatni, itt mind a kettő itt van lent. Az egyik, ez a medve nyúzónak mondhatjuk, tehát hogyha eltömődött a bálázó, túl sok anyagot szedett be egyszerre, akkor ki lehet húzni ezt a rudat, és szépen ide kell berakni, és akkor ebben lehet visszafelé hajtatni, hogy a eltömődést megszüntessük. Ez a gép, ez a Touareg K55-ös, a K-t jelzi, hogy ez aprítós. Az aprítós rendszernek pedig itt lent, nem tudom onnan mennyire látszódik, itt lehet állítani, hogy a kések elő legyenek, vagy maradjanak a hátul. Tehát, hogy ebben tudom itt aktivizálni, vagy megszüntetni az aprító rendszernek a működését. A Touareg bálázóknál mind alapfölszereltség a nagy hajlásszövő kardnál, tehát a dupla csuklós, tehát kanyarba se kell leállítani a kardát, illetve a vonórúd az állítható, tehát lehet kardán alatt, vagy kardán fölülről is vontatni, onnan húzni. A hidraulika csatlakozás az három kör kell az aprítósnak, kettő kör pedig az aprító nélkülinek. Tehát ez egyszeres működésű mindegy munkahenger. Ez azt jelenti, tehát a három funkció, a kamranyitás, a rendfelszedőnek a mozgatása, illetve az aprító késeknek a mozgatása.
Tehát gyakorlatilag a Tuareg, a Maszkár bálázó sorozatánál, a Fixkamblás sorozatoknál egy középső állomás, tehát a Korza az egy egyszerűbb sorozat, a Korzától egy fejlettebb, egy gyorsabb bálázó teljesítménybe, például az egyik gazda jelezte, ő nagyjából 70 másodpercenként tudott kötözni vele egy bálát. Nyilván ez a teljesítmény függ attól is, hogy milyen gyors, illetve amiatt is szeretik a Korza bálázók, a lucerna bálázás, akkor például, hogy nem veri le a lucernának a levelét. Nagy előnye a mechanikus kamralakatolást, azt kihangsúlyoztuk, ettől gyorsabb bálázója is van egyébként a Maszkárnak, maga a Diagel sorozat, ott maga a rendfelszedő is egy még gyorsabb, tehát az már egy abszolút profi ipari, nagy teljesítményű profi gép. A Korza, vagy a Tuareg is azért már egy profi gép, de az ipari kategóriák már a Diagel sorozat azért ilyen. De mindenképpen ez a Korza után egy jóval gyorsabb, nagyobb teljesítményű technika. Még egy pillanat, ami itt a fölszereltségről elmaradt, hogy amit a gépen nem látszódik, jobb, illetve bal oldalon a rendfelszedő kerék az alapfölszereltség. Minden gép benne van, csak szállításhoz nem szoktuk őket fölszerelni. Ez még egy apróság, ami kimaradt. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és itt Szegeden várjuk Önöket megnézni a gépet, illetve amennyiben országosan referenciát kérnek, akkor tudunk segíteni.